Sziasztok, köszönöm, hogy a csatornán mai videóban draft bárban lesz Mr. ellen. Hello mindenki! Van itt előttünk 14 csomag, szóval 7-7 csomagból fogunk draftozni. Ugye egy csomagból kettő játékos fogunk kivenni. Opa. És ugye három cserét is kell csinálnunk. Ugye itt látjátok három csere, ugye 11 játékos. És így fogunk megmérkőzni, akinek erősebb lesz a csapata, az visz mindent. Elnyeri a másik csapat? Igen. Jó lenne, nyitom egy momentum, és biztos viszek mindent. Köszönöm, hogy kitettem egy formációt, és ez lesz az Indress kép is. Azt mondod, na jó, akkor kérek két csomagot, átbízom, hogy kiválasszál nekem. Jó, majd várjál, Mr. Ez az enyém. Így. Akkor neked van eddig... Neked van eddig 4. Nekem is 4. Sajnálom, meg van, Mr. Ki kezdi? Hát draftot, ugye a draftot majd végén tudjuk draftni nektek. Kezdem én. Mivel nem fogunk elférni a két drafttal. De én már szerintem el fogom majd kezdeni. Micsoda? Hát a draftot majd kirakosgatni. Na igen. Na nézzük akkor. Antonio Maximin. Egyből egy csatár, ami nem is olyan rossz. Mert is teszem csatárnak. Diaz, egy Anderson, Lorente és Tonali. Na most én gondolkozok, hogy itt teszek be. Hát, szerintem srácok ez a Tonali lesz cserepadra egyelőre, azt nem fogjátok sajnos látni, de ez cserepadon lesz. Hát azt mondtam, végül is be kell mutassuk a igen, csapat a többi pedig, az félre rakjuk, hogy ezek ugye nem kellene. Jó lenne egy rél a csapatomban. Hát igen, ugye momentum. Na nézzük akkor. Vagy Vieira, Arsenal úr. Ott lesz egy gólt. Malowski, az jó, vagy Pérez, 90-es. Aztán van ott egy De Paul is, nagyon durva. És van még mindig itt három csillagos captainem. Hát Usszereg, ez jobb volt az a csillag. 84-es Rodé, aztán egy Dumfries, hát ő a háromból biztos, hogy bekerül valaki. Mindegyik középpályáson van, jaj. Hát figyelj, ez a kettő igen, bemegy, aztán meglátjuk, szóval. Majd De Paul is Pérez, bemegy. Na igen, mehetünk tovább, ezt egyik élet, csillagot ide rakom. Beckham, ó, ott lesz valami, Götze, jó, Mkhitaryan, 94-es a középpályája Mkhitaryannak, Skriniar, hát én már ezzel meg is vagyok elégedve, a többi kártya már nem is fog kelleni, egy, őben van akkor? Nem, ez a kettő Robert, egy Roberto, Diaz, és egy Dumfries, ez a Diaz is nagyon erős, viszont csak, ja, itt van a Tomály, jó, elfelejtettem. Megvan a négy, egy nyugi, egy cserepadon van, egy felejtettem. Eddig amúgy én nem mondom rossznak a tímet sem. Berkeus, van egy Benasserem, egy titán kártyám Martinez. Ajaj, ott lesz, még egy Captain Modric is megy be azért. Tuti, Martinez az megy. Viszont nem középpályása van. Középpálya meg durva lesz, hát be kell rakja még Captain Modricot sajnos ezekből, aztán már meglátjuk, kapuson még nincsen. Az nekem sem jó. Egy kapus, az be kell durrancsan most majd. Te jössz. Szerintem nekem aztán is. Aztán meglátjuk, mert nincs kapus. Egyenlőre, az végén még kapus nélkül leszek. Hát akkor az baj. Gimárez, egy Silva, Double Treble, Bremer és Danilo, Garnacho, Mané és egy Malasia. És ezek elég gyél volt ez a pak. Hát legyen ez a védelembe. És akkor a Mané szerintem beteszem a csatársorba, mivel majdnem ugyanerős, mint draftom, a Saint Maxim. Csillagosokból állok itt. Na nézzük Mere akkor. Elég. Paris Saint-Germainbe etikettike ki. Nyugye, ez csatárom már van. Viszont miket nyugsz? Egyértelmű. Ez lehet hozzám. Hát Szerbi, nyugi. Az a baj, hogy kapusnak be kell rakni Oblakot. Tehát te mondnak az én draftomat, de igen, berakom, és majd meglátom, Max cseré lesz. Oblak bejött akkor. Nekem már van kapusom azért. Na akkor, ezt viszont szedben, mert ez megtíjasztó. Oblak személyében van egy kapusom is. Nekem még nincsen, ha nincsen kapusom, akkor hát meg kell tenni egy védőt majd. Ekiteké, egy Florentino, Marseille logó, Henderson, és ebből megint egy teammate-be fog kerülni a teambe. Jó, még egyszer sem nyertem még drappára. Rice, hát a Dembélé, nem, ez 88, csak azért páros, hogy ez jó. Ja, ez jó, ez kiveszünk jó. A Henderson. Már becsapni. Henderson. Nézzük, hogy van-e valami durva itt. Valami, szerintem az is egy titán lesz. Így. Umarias? Vagy micsodik? Brobbey? Giant! Nekem még nincs Giant Casemiro van te! Középpályára berakom, azért már durva lesz.
Az van, mi mindig megy botmenem. Azt a minden. Jézusom, Rodi. Durva. Középpálya, védelem. Csatárod egy van, csak annyi lesz. Elég nekem az. Hát, botman biztos bemegy. Százas a Giant, azt a minden. És igen, a Casemiro is bemegy szerintem, mert max cserepadon lesz, meglátjuk középpálya. Cserepadon egy százas. Hát nem tudom, még ugye összerakhatom igazán. Nem álljunk a széna, amivel nincsen kapusom se, úgyhogy... Ja, két Toastmaster van. Nézzük, Luis Alberto, Jakic, Arsenal logó, Botman, Ruiz... Hű, de jó csomagok ezek, gyerek! Daru. Viszont most kicsit gondolkozok. Cserepadom az már megvan, sajnos. Á, nem, a Botman betesszük a teambe. A és akkor szerintem kártyát, ezt a kártyát betesszük. Mindegy, most már neked véged van. Hát, ha nem ér egy Top Master sátor, vagy Momentus, akkor... Akkor sem, most már egész jobban állok. Jimenez, nem tudsz itt emberi. Akkor végem van. Ó, Kevin De Bruyne középpálya. Bremer, volt. Jones, miért nem olyan rossz ez Jones? 68-78. Ki kell nekem? Csatár kéne. Csatárból sajnos Komán fog bemenni. Úgy látom, most egy base csatárom lesz, amíg ez nem az igazi. De nem úgy lesz, hogy én elterveztem ezt a tímet. Mindegy, a base bemegy Komán, aztán megint középpályám az nekem brutális, gyerekek. Nekem az a baj, hogy nincsen semmi védő, meg semmi kapusom. Középpályára berakom ezt is, azt nem tudom, nagyon durva. Középpályámat, ha védő kéne, meg egy csatár. Ezek kiválasztottál kettőt? Igen. Komán választottam ki. Ja, jó. Három, de egy csatárom. Nincs csatárom már. Na srácok, légy jó, jót. Egy musza. Antonio Good Bellingham. Ahogy megint csak egy csillogós. Nem, Henderson. Az a baj, az Henderson már megvan, úgyhogy a Gündogánt kell betegyem. És a... még egy csatár, illetve még egy kapus kell, de ezt viszont kapusom, akkor mit fogok csinálni? Nem tudom, ki kapsz egyértelmű. Akkor kapus nélkül, egy bénász. Kapus nélkül véget van, sajnálom. Vitinha! Ó, oh, Luis, de miért mi van még ottan? Az a védekezésemben mehetne, és a csatár kell az nekem. Kapusom is van, azért nem marad ott oblák, oblák marad gyerekek. Az a durva, hogy én nem tudom, mit csináljak, mert közé védekezek mindenképpen megy. Luis, aztán most mi középpályán már tele van. Mindegy, mi? Nem tudom. Berakok egy védőt magamnak mindegy Lazzari személyében. Hányos az a Ederson viszont? Úgyhogy ő nem maradt itt. Az Ederson kisebb. 80, nem láttam. Ja, 89, erősebb oblák, 69-68-osak. Srácok, ha ebből nem jön kapus, akkor nem vagyunk jók. Úgyhogy mindegy milyen kapus. Malinovski, Bonucci, majdnem kapus, nem? Bayer, Modric, Anderson, Correa. Na várjál, Mr. Betesszük. Én várok, én bontok. A Skriniar betesszük kapuba. Mindig kell egy játékos. Hát sajnálok. Kapus nélkül nem is tudom, mit lehet csinálni. Viszont írjuk ide, hogy itt egy Lewandowski van, nem igaz? Nem. Egy Correa. Meg is van a tímem, sajnos, hát ez nagyon bízva lett. Na, oké. Nézzük az enyémet. Nézzük, még van egy. Jakicsom, figyeld ezt. Rodrigo, csatár bemegy, tuti. Carvajal, védekezésre jöhet, és meg szerintem meg is vagyok Carvajal személyében vagy. Erősebb. Otamendi, Captain kártya, úgyhogy jöjjön, meg vagyunk. Te. Az én tímem, ezt olyan elbuktam, mivel nincsen kapusom, ezért a Skriniart tettem be kapuba. Úgyhogy ez egy mínusz, úgyhogy csak 10 játékos van igazából. Bonucci, Danilo Bremer, akkor Botman, Bellingham, Mkhitaryan, Rice, Gündogan, Mané, Maximin, Correa, Cserepot, Tonali, Henderson, Alberto. Draftoddal ez nem sikerült most jól. Igazából nem tudtam semmit. Jöhet Misseri. Hát igen, így kell. Na itt van srácok, Misserinek a csapata. Neki van kapus, amivel csalt. Ja, tényleg? Igen, egy oblák. Igazából kettő kapusa volt, csak nem tette be. Adtam olyan kölcsön, igen. Jézusi. Oblák, Martinez, Luis, Otamendi, Botman. Ezek a védők. Középpályában Biton középpálya, Modric, Casemiro. Ez mi dolog? Misser, ezt még csatára is betehetted volna, olyan erős. De nem, igen, egy Enzo Perez. Jönnek a csatárok, ami... Rodrigo. Igen. Komen. Az az enyémé. Ja. Rodrigo Nunez. A cserepadján van egy Lazzini, De Paul, illetve egy Kevin De Bruyne.
Ez lett volna Mr. a csapata. Látszok, ezt Mr. be is húzta, a kapusnak köszönhet, illetve ennek a Giantsnak. Milyen kapusnak? Hát durva... nem is tudom, hogy mondjak, durva, durva. Jó, kikaptam most. Ez az első, ahol kikaptam draft párbajba. Nem is nyertem, igen. Ez durva lesz ma. Ez lett volna a draft párbajunk, amit még egyszer Mr. nyert meg. Úgyhogy gratulálok, Mr. Köszönöm. Köszönjük a figyelmet mindenkinek, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!